Üdvözlök mindenkit! A Jövő Nemzedéke című műsorunkat látják. Ezen az alkalman két vendégem lesz. Szeretettel üdvözöllek benneteket, Fekete Szabó Eszter és Turcsán Marci, középiskolások. Ugye középiskolások vagytok? Igen. Még igen. Veletek fogok most a jóságról, mint spirituális értékről beszélni. Nagyon érdekel, hogy mi a véleményetek. Biztosan, hogy vannak ezzel kapcsolatban jó meglátásotok. De egyébként, hát mi újság van, Eszter? Kezdődik az év? Igen, igen, ez lesz az utolsó évben most a gimnáziumban, úgyhogy az év végén vár az érettségi, amitől egy kicsit félek. Egyébként most jöttünk haza nem régen Olaszországból, ahol a barátainkkal, a közösséggel együtt voltunk, és nagyon élveztem, nagyon tetszett, csak sajnos egy kicsit betegek lettünk, akik ott voltunk, de hát ettől függetlenül nagyon jó volt. Igen. Hogy vagy, Marci? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Ugye, hát nekem is kezdődik a suli, de én még csak 11-es leszek, úgyhogy még csak a fakultációk, amik újnak számítanak majd. És milyen tanuló vagy? Jó tanuló vagyok szerintem. Ez mit fedez, ez a jóság? Tavaly megúsztam 2-4-essel, de a többi 5-ös lett, vagyis a bizonyítványomra gondolok. Hát nagyon szép. A nyár hogy telt el? Sok programom volt, amit ezt is mondott, a kiránduláson én is voltam, de előtte is sok táborba, meg a családommal is mentünk pár helyre. Úgy jó volt, tartalmas. Most a keresztény értékekről, vagyis a spirituális értékekről fogunk beszélgetni, a jóság. Gondolom, hogy nektek is van ezzel kapcsolatban valami véleményetek. Mit nevezhetünk jóságnak, vagy mikor beszélhet az ember arról, hogy jóság? Ez nem nagyon általános fogalom tulajdonképpen, vagy lehet ezt egyáltalán konkretizálni? Például jó vagyok a hegedülésben, de gyenge vagyok mondjuk a főzésben. Vagy tudnál valami példát mondani? Ezek elég alapvető dolgok, nem tudom. De nekem a jóságról nem ez jutott először eszembe, hanem inkább a cselekedet, nem tudom, hogy jól tetted, vagy valami hasonlót, kifejezést is szoktunk használni. Vagy ez volt az, ami először beugrott? Szoktak ilyet mondani, hogy valaki nagyon jó a sportban, és ugyanakkor nem olyan jó apa, vagy nem olyan kedves barát. Tehát mindenkinek van valami elképzelése a jóval kapcsolatban. Mi is elmondjuk, hogy nekünk mi az elképzelésünk, majd aztán kitérünk arra, hogy vajon a nagy emberek, a híres emberek mit mondanak a jóságról, és rátérünk arra, hogy a Biblia szerint mi mit értsünk jóságon. Híres emberekkel kapcsolatban kezdem, hogy ők mit értenek a jóság fogalmán. Szókratész volt az első bölcselő, aki felismerte, hogy a jóság, a szeretet praxisa, vagyis a szeretet gyakorlata. Tehát szeretni annyit jelent, mint jót tenni, a jót gyakorolni a mindennapi életben, és hogy ezt lehet elsajátítani, tehát ezt elsajátíthatjuk, tehát tanulható. Szerintetek hogy van ez? Nekem tetszik ez a megfogalmazás, mert mint az, hogy a jóság összefügg a szeretettel, mert szerintem is erről van szó, hogy a cselekedeteinkből
is meglátszik mindez. Igen, tehát Szókratésszel egyetértesz te is? Igen, én is egyetértek. Nekem az jutott még eszembe erről, hogy az anyákat szoktuk ilyen jó szívűnek mondani, és például vannak ismerőseim, barátnéim, akikkel látom, hogy ezt megtanulták, tehát szerintem is tanulható a jóság, és az ő életükben is megmutatkozik ilyen gyakorlati vonatkozásban is, de érdekes, hogy ezt már ilyen régen felismerték, és hogy ezzel foglalkoztak. Hát az emberi kapcsolatban dől el, hogy kik vagyunk, ugye, ott lesz nyilvánvaló. Olvastam egy Alexander Chatterlennek egy kissé komikusnak tűnő idézetét, a pokoltól, vagy a rendőrtől, vagy a büntetéstől való félelmen alapuló jóság, távolról sem jóság, az csupán gyávaság. Tehát addig nem lopok, addig nem berekszek, addig nem török be, amíg nem látom a rendőrt a láthatáron. De ha meglátom, akkor hát egy más helyzetbe kerülök. Tehát, hogy tényleg csak ennyiből áll a jóság, hogy a külső hatások, körülmények miatt gyakorolom a jóságot. Ha pedig más helyzetbe kerülök, akkor fütyülök rá, és nem vagyok jó. Szerintem előfordul ez is, ami az idézetben van, sajnos. Mert ezt tényleg nem lehet igazi jóságnak tekinteni. Igen, hogyha csak akkor vagyok jó, ha vigyáznak rám. Szerintem a látszat jóság mögött nincs igazán szeretet és tartalom. Csak a látszatot akarja kelteni. Freud, aki nagy felfedezéseket tett a pszichológia területén, ő azt mondta, hogy minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza. Tehát, hogyha belőlem kiárad a jóság más valakira, hogy az valóban így van a gyakorlati életben, hogy az vissza is sugárzik, vissza is verődik. Attól függ, hogy Isten milyen sorsot szánt nekünk, vagy nem tudom. Szóval ez nem egy biztos tanács, hogyha mi jók leszünk, akkor velünk biztos, hogy úgy fognak viselkedni. Az is lehet, hogy megpróbálnak kihasználni, vagy nem tudom. Így van. Tehát nem lehet általánosítani, hogy ha én jó vagyok valakihez, akkor ezt visszakapom, hanem lehet, hogy aki iránt jó vagyok, hogy attól kapom a legnagyobb pofont, vagy belém rúg, vagy éppen ő lesz az ellenségem. Ez nagyon gyakran előfordul az életben. De ez is igaz, egy részigazság, amit Freud mond, hogyha mi jók vagyunk másokhoz, felébresztheti másban is, esetleg egy adott helyzetben irántunk a jó érzéseket, vagy a jó cselekedetet. A nagy ige hirdető Spurgeon a következőt mondta egyszer: némely ember kétségbe esetten próbálkozik jónak látszani. Ez sokkal jobban sikerülne neki, ha törekedne jónak lenni. Mi különbség van e között, hogy jónak látszani és jónak lenni? Van ilyen ember, aki megpróbál csak úgy látszani? Nekem így konkrét példa nem jut most eszembe, de láttam egy pár ilyen cikket vagy videót az interneten, hogy ilyen nagy emberek vagy sztárok azért adományoztak valamilyen segélyszervezetnek, vagy azért készítettek olyan videókat, hogy megmutassák a világnak, hogy ők mennyire jók, vagy a rajongóiknak, és hogy ők mennyire törekszenek ezekre az értékekre, de ugyanakkor ezt csak a látszatot akartak kelteni, és nem volt semmi igazság mögöttük.
Persze ez nem általánosítható ebben az esetben sem, de szerintem itt is inkább a tartalom, hogy mi van mögötte, az határozza meg. És hát szerintem is inkább az igazi jóságra törekedni többet ér, akkor is, hogyha kevésbé látszik, mint egy ilyen nagy kifeszített tábla, hogy én most mennyire jó vagyok, de ha van jóság az életemben, akkor az legyen igazi. Több évvel ezelőtt jártam Svédországban, és csodálattal néztem a templom ablakának a színes üvegét, és egy felirat volt rajta, ami körülbelül így hangzik, hogy nem látszani, hanem láttatni. Tehát lehet, hogy aki csináltatta, azt látszani akart, hogy ő ugye milyen jó szívű, milyen nagy lelkember. Közben, hát ki tudja, milyen volt, nem is érdekes ez most, de sokszor így van az életben, hogy csak valakinek akarunk látszani. És mi az igazi cél? Láttatni. Kit láttatni? Mit gondolsz, Marci? Jézust az életünkön keresztül, az a legfontosabb. Igen, hogy meglássák Jézust a mindennapi életünkben. Tehát amikor jók vagyunk, a jóság az mindenképpen a Krisztusra emlékeztet. Ennek a híres evangélistának, Spurgeonnek még van egy másik mondata is. A jóságos Isten a rosszból is jót fakaszt, a gonoszság fejedelme a jót is rosszra fordítja. Arra gondolok itt, hogy Isten a rossz dolgot is jóra fordítja. Ismeritek a József történetét, hogy is van ott abban megírva a Bibliában, hogy Isten a rossz dologból is jó dolgot hozott ki. Tehát gondolok arra, és majd segítsetek nekem, hogy Józsefnek összesen, tehát 12-en voltak testvérek, és a testvérei bosszúból, most nem részletezzük, eladták az öccsüket rabszolgának, akiből lett valaki aztán. Lett belőle egy börtöntöltelék, ugye? Nem, hanem a fáraó után a második ember lett az egész birodalomban. Tehát Egyiptomban is, hogy fordította Isten a rossz dolgot jóra. Tehát ugye úgy, hogy József felemelkedett egy magasabb szintre, és olyan bölcs volt, hogy alkalmas volt nagyobb feladatokra is, Istentől kapta ezt, és amikor eljött a nehéz idő, és a testvéreit az éhhalál fenyegette, tehát itt van az a pont, amikor Isten jóra fordította, mert így József tudott segíteni a családján. Igen, tehát vannak Istennek ilyen megoldásai, hogy az életünkben rossz dolgok történnek, és hogy abból is jó dolgot tud kihozni. A jóságról úgy is beszélhetünk, hogy az ember jelenbeli kiválósága, tehát valaki talán egy hasonló mondatot mondott, hogy akkor dől el, lesz nyilvánvaló a te jóságod, hogyha sötét helyzetbe kerülsz. Mert ott vagy igazodsz a világhoz, és azokat a dolgokat fogod tenni, vagy pedig maradsz a Krisztus oldalán. Tehát egy nagyon nehéz, próbateljes körülményben lesz igazán nyilvánvaló, hogy te a jellemed szerint jó ember vagy, hogy beépült-e ide a belső életedbe a jóság. Vagy hogy lehet az ember jó? A kisgyerekek ugye
mindig rosszalkodnak, azt szokták mondani, hogy legyél jó, ráparancsolnak, nem tudok jó lenni. És hogy lehet az ember jó, szerintetek? József élete jutott az eszembe, hogy előbb beszéltünk róla, hogy nála talán azért maradt meg ez, mert először is erre tanították. Másodszor kapcsolata volt. Az apukája jó ember volt? Jákobnak hívták, igen. Ugye? Egy az... pár disznóságot csinált. Mit? Hát csalt egyszer-két. Egy-két pár dolgozatírásnál csalt, ugye? Igen, de aztán, aztán megváltozott ugye az úrnak köszönhetően. Amikor őt is becsapták, és megtudta, hogy, hogy milyen szörnyű dolog mást kihasználni és becsapni, megváltozott valóban. Egy éjszaka nagyon keményen imádkozott, és akkor megváltozott, új nevet is kapott. És aztán, hát ugye akár... Miután megváltozott, ezt a jóságot tudta átadni Józsefnek is, és József nem hagyta el, akármilyen dolgok következtek rá, és akármilyen sötét világi dolgok közé került, hogy még tényleg a börtönt is, hogy megjárta, de nem hagyta el Istent, és nem adta fel ezeket az értékeket, a jóságot. És szerintem ez is egy magasabb szintre viheti, vagy hát nekem ezért válik kiemelkedővé akár az ő története is, hogy ilyen hűséggel megállt ebben. Igen, de azt mondtad, hogy a Józsefet sikerült jóra nevelni, meg formálni, és mi van a 11-en? Ugyanaz az apjuk, bár mindenkinek más-más anyukája volt, de ugyanaz az apa, ugyanaz a szeretet, és mégis a 11 gonoszkodott, és a József pedig megmaradt jónak. Miért? Szerintetek? Marci, neked mi a véleményed erről? Szerintem azért is, hát nem tudom, hogy... De biztos az is közrejátszott, hogy a többi testvérével nem foglalkoztak annyit. Mármint arra gondolok, hogy az apja Józsefet jobban szerette, vagy hogy ezt érezhették a testvérei. Szóval meggyanúsítod, hogy ilyen személyválogatás volt a családban, és az az oka. Lehet, hogy ez is benne van, de mégis ők miért nem tudtak megváltozni? Mikor már Jákob, az apjuk meghalt, akkor reszketve oda mentek Józsefhez, hogy nehogy meggondolja magát, és leverje rajtunk a port, amit csináltunk, és ott valahol van, hogy amit ti rossz dologként gondoltatok, és vittetek véghez, azt Isten jóra fordította. Tehát József azért tudott jó lenni, mert neki személyes kapcsolata volt Istennel. Istennel, a 11-nek pedig nem volt, élték a maguk életét. Az öreg, hagy mondja magáit, imáit, meg minden, minket nem érdekel. Csak egyedül Józsefnek volt vevőkészülék a lelki dolgokra. A jóságról úgy is szoktak beszélni, hogy a gonoszság ellentéte. Tehát mondjuk, van egy gonosz ember, áruló, csaló, erkölcstelen, igazságtalan, kegyetlen, önző, gyűlölködik, utálatos, lusta, és hogy a jó embernek pedig egy másfajta élete van. De miért lehet más élete a jó embernek? És hogy lehet-e folyamatosan jónak lenni szerintetek? Tehát csupán arról van szó, hogy rossz vagy jó, vagy pedig ez egy isteni beavatkozás által van, hogy az egyik jó, és hogy valaki rossz, abba pedig a gonosznak a műve van, hogy az illetőt megkötözi a maga vágyaival, és nyilván a maga erejéből nem tud jó lenni.
Hát szerintem nem különböztethető meg így pusztán olyan ember, aki csak jó dolgokat tesz, és az életében csak a jó mutatkozik meg, mert nem lehetünk tökéletesek, mert nem vagyunk tökéletesek, mert csak az Isten tökéletes. És van, hogy a jó emberek is, akik tényleg erre törekednek, és az egész életüket nézve jó emberek voltak, és ez egy nagyon fontos érték az életükben, még ők is megcsúszhatnak, és ők is tehetnek nem feltétlenül jó dolgokat, amik gonosznak tűnnek, vagy azok is, de szerintem ez egy nagyon jó ajándéka az Úrnak, hogy tud ilyen törekvést és kitartást adni a jó dolgok mellett, de hát ez rajtunk is áll, hogy mi akarjuk ezt. Szerintem a jóság az lehet egy folyamatos dolog, de nem teljesen folyamatos, hogy az Eszter is mondta, hogy lehet, hogy van benne néhány ilyen nagyobb zökkenő, de attól függetlenül, ha valakire azt mondjuk, hogy jó ember, az nem az, hogy néha-néha volt egy elismerésre méltó cselekedete, hanem ez egy folyamatos dolog inkább. Jósággal kapcsolatban még van egy ilyen kérdésem, hogy mit gondoltuk, hogy a jóság az egy olyan ártatlan dolog, hogy csak egy ilyen tehetetlen és olyan szennek látszik, aki még a légynek sárt, hogyha az órára száll és piszkálja, hanem ül és mindent elvisel, vagy pedig a jóság olyan, hogy tud konfrontálódni, tud inteni, képes arra, hogy leleplezze a gonosz dolgokat. Például ott volt Jézus Krisztus, ő, ha valakiről beszélhetünk, hogy jó, akkor ő jó volt. Mint Isten fia, mint ember, ő jó volt. Ő benne a jóság látható volt, de az ő jósága olyan volt, hogy képes volt korbácsot is vonni, és bevonult a jeruzsálemi templomba, és látta, hogy ott kúfárkodás folyik, meg üzletelés folyik, meg csencselés, meg minden folyik, és elővette egy nagy ostort, ez a jó valaki, és felforgatta ott az asztalokat, a galambok elrepültek, és szörnyű, nagy botránkozás keletkezett az emberekben, hogy van ez, hogy a jóság képes ilyenre? Szerintem képes. Már az is eszembe jutott itt az előbb, hogy a jó pásztor, hogy így őrzi meg a juhait, hogy van, hogy egy kicsit keményebb eszközökhöz kell folyamodnia azért, hogy őket kiragadja a tűzből, és hogy megmentse őket a veszedelemtől, és akárha a szüleinkre is gondolunk, vagy a tanárainkra, hogy egy kicsit erősebben kell fegyelmezni minket ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a jó, és hogy a jó útra térjünk, és azon járjunk. Van még egy nagy, nehéz kérdésem. Mind a kettőtöktől megkérdezem. Eszter, te jó vagy? Hát, csak visszadobhatnád a kérdés nekem, hogy én jó vagyok-e? De akkor is Sándor bácsi kérdezett előbb, úgyhogy szerintem egyedül az Úrra mondhatjuk, hogy igazán jó. Persze én is mondom más emberekre, hogy jó, de én nem tudnám magamat megítélni. Abszolút értelemben, tehát olyan értelemben nem vagyunk jók, hogy teljesen hibátlanok vagyunk, de a Szentlélekkel való közösségünkben a jóság megnyilvánul az életünkben. Látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítik a ti mennyei atyátokat. És Pál is mondott egy ilyen mondatot, hogy amikor egy városba járt, Isten őt felhasználta, hogy dicsőítették bennem az Urat. Vagyis amikor a jó megnyilvánul, akkor mindenki elfelejt bennünket, és Isten jut az eszébe.
hogy ez a jóság azért lehetett, mert ebben az emberben nem csak egy szerénység van, nem csak egy ilyen jól neveltség van, hanem itt valami plusz van. Valami módon Jézus Krisztus van jelen, és amilyen a közösségünk van vele, olyan mértékben vagyunk jók. Na de most szeretném hallani a Marcit. Te jó vagy a Marci? Ilyen dolgokkal egyelőre nem tudok büszkélkedni, mint hogy Pál apostol tudott jónak lenni, de ez attól függ, hogy éppen milyen a kapcsolatom az Úrral, hogy mennyire szoros, vagy mennyire engedem, hogy áthasson a Szentlélek, nem tudom. Mondhatjuk, hogy valamennyire jó, de messze vagyok még attól a szinttől, amit el lehetne érni. És a beszélgetésünk kezdetén valamit mondtunk, hogy a jó tanulható. De kitől tanuljuk? Hát nyilván, hogy fölfelé kell tekintenünk Jézus Krisztusra, mert csak őtőle tanulhatjuk, egyrészt tanulhatjuk, másrészt a Szentlélek közössége révén lesz nyilvánvaló a jóság. A jóságban benne van a megbízhatóság is, a szeretetnek egy gyakorlati megnyilvánulása, már ezt Szókratész is felismerte, hogy érdemes egyáltalán jónak lenni. Mit gondoltok? Isten úgy gondolkozik erről, hogy érdemes, mert az egyszülött fiát adta Jézus Krisztust, mert tudta, hogy miközben az emberre árasztja a szeretetét, hogy az ember megváltozik. És hogyha mi a Krisztus jóságával élünk, akkor azért az emberekben valami jó dolog elkezdődhet. Érdemes-e jónak lenni? Szerintem érdemes, ha engem kérdez Sándor bácsi. Szóval ez az egyik, amit mondott, hogy ez egy lehetőség arra, hogy Jézusra mutassunk, és az emberi kapcsolataink is rendezettebbek lesznek ezáltal, szerintem. És Eszter? Szerintem is érdemes jónak lenni. Már a példabeszédek könyvében is van egy ilyen idézet, azt nem tudom pontosan idézni, hogy ami leginkább érdemes, hogy jósággal járjunk elő az embereknek. De hát ez egy kicsit viccesen, de az is az Új Szövetségben meg van írva, hogyha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. És hogy szerintem ez nem a látszati jó cselekedetekre vonatkozik, hanem hogyha igazán jók vagyunk, hogy akkor az Úrral való kapcsolatunk is egy más szintet ér el, hogyha Istenfélelemmel a jó útján járunk. Azzal fejezném be, hogy láttam egyszer egy filmet, lehet, hogy ti is láttátok, ez volt a címe, hogy Legyetek jók, ha tudtok. Eléggé érdekes, vidám dolgok vannak benne, nagyon tanulságos. Hát ez a parancs nekünk is szól, mindhármunknak, hogy legyetek jók, ha tudtok. Köszönöm a beszélgetést, és sok áldást kívánok az új tanév kezdetén. Köszönjük, hogy itt lehettünk.